Matematika és dogmatika. Mi a különbség a teológia és geológia között? Ég és föld. A matematika és dogmatika is nagyjából így viszonyul egymáshoz. A dogmatika a keresztény hit lényeges igazságait bemutató teológiai tudományág tárgya a kinyilatkoztatás. Mindaz, amit Isten önmagáról, a teremtett világról és az emberről közölt. A Szentírás tanúsága szerint Isten sokszor és sokféleképpen szólt az emberhez. A dogmatika rendszerbe foglalja, értelmezi az isteni kinyilatkoztatást. A dogmák a keresztény hitletétemény alapjai, tartóoszlopai ezek nélkül a hitrendszer összeomlana. Ha az újságíró a pápának feltenné a kérdést, miért nem változtat a dogmákon, valószínűleg ezt a feleletet kapná. Amit Isten kinyilatkoztatott, az végérvényes. A pápa csak őre a hitletéteménynek. A dogmatizmus manapság rossz hírben áll. Egyfajta gondolkodási merevséget, köznapi kifejezéssel élve, fekete-fehér fogalomalkotást értenek alatta. A vallás kritika a racionalizmus szüleménye. A kereszténység és a modernitás közötti egyfajta szövetségkötés szándékával jött létre, de nem a kereszténység javára, hanem rombolására. Miért van szükség a dogmákra? hiszen a Szentírás feltárja mindazt, amit hinni és cselekedni kell, az üdvösség elnyerése véget. Hosszú időn át az egyház vezetői is így vélekedtek, csak hogy az idők folyamán a tévtanok gomba módra elszaporodtak. A negyedik századi egyház atya felkiáltott. A föld feljajdult, mert Ariánusnak érezte magát. Miért van szükség dogmákra, a kérdésre kérdés a válasz. A matematikában miért van szükség képletekre? Miért kell már a kisdiák fejébe képleteket belegyömöszölni? Nem lenne vonzóbb a matematika megkötöttségek nélkül, ha a számokkal szabadon lehetne játszadozni, akár számháborút folytatni? Szórakoztató számháborút? De hiszen abban is szabályokba ütközünk, amelyek matek képletekre emlékeztetnek. A logikus szabályok képletek nélkül a matematika kártyavárrá válna. A szülő rémálma, ha a gyermek nem érti a matekot. Segítene, de megkopott tudásából nem futja. A romló jegyek aggasztó jellé válnak. Ha az okok után kutatunk, kiderül, hogy a matematikában minden korábbi hiányosság visszatér, Megbosszulja magát, és erre a szülő, de olykor a tanár sem figyel fel. Az elakadás oka a múltban keresendő. Az alapok lerakása körül van a gond. Megfelelő alap nélkül lehetetlen építkezni. Logikai kérdésekkel, bonyolult képletekkel, agytörő feladatokkal bombázzák a gyermekeket. Akiknek mindenek előtt a százas számkörben kellene biztonságosan mozogniuk, és csak az alapismeretek elsajátítása után következhetne a magasabb szint. A matematika rendszerezett, logikus tudásanyag, amely számszerű térbeli viszonylatokkal kapcsolatos. A józanész világánál fekteti le azokat a törvényeket, amelyek a gondolkodás logikus menetét meghatározzák, hordozzák. A matematika nélkülözhet más tudomány ágakat, de a legtöbb tudományág nem lehet meg matematika nélkül. A dogmákkal is így vagyunk. Azok nem békjók, hanem helyes irányt mutató útjelzők a hitrendszer labirintusában. Mert hogy a vallások labirintusában nagy az űrzavar, azt bárki megtapasztalhatja, ha szétnéz a szekták házatáján. Matek eretnekségekről nincs tudomásunk, de a vallási tévtanok burjánzanak. Matek képlet és dogma. Két külön világ, mégis hasonlítanak egymásra. Minden rájuk épül. Volter életrajzában olvassuk, egy túlbuzgó hölgy új vallás szándékozott alapítani, ezért tanácsot kér. Az író filozófus némi gondolkodás után ötletesnek találta a tervet, de hozzátette. Hölgyem, mielőtt szándékát megvalósítaná, feszítesse magát keresztre, harmadnapra támadjon fel, hogy vállalkozását siker koronázza. A katonák a Golgotán Krisztusról leszették a ruhát, de nem tépték szét, hanem sorsot vetettek rá, Krisztus tanítására nem ez a sors várt. A történelem folyamán szétszették azt, és napjainkban is tépdesik. Amint a ruhacafatokból képtelenség a ruhát felismerni, úgy a szekták szélsőséges tanításából sem lehet a krisztusi kinyilatkoztatás teljességét felismerni. A világon több ezer vallási jellegű csoportosulás van. Némelyik jelentős, másoknak alig van hatásuk. A szentírásra hivatkozva újabb és újabb közösségek alakulnak az egyedül üdvözítő tanítás égisze alatt. A szektások embertársaink, Ellenük senkinek sem lehet kifogása legfennebb annyi, hogy nem lehet velük párbeszédet folytatni. A dialógust kezdeményezőnek olykor az az érzése, hogy partnere elméjét egy gondolat hatalmába kerítette. Újabb gondolatra már nem maradt hely. Az egyre kevésbé keresztény világ a szekták meleg ágya. A lelkek mélyén felfeltőr az Isten utáni sóvárgás.